Különböző nagyságrendű építkezések zajlanak a településen, ami a fejlődés mellett kisebb-nagyobb káoszt is okoz a lakóknak, önkormányzatnak egyaránt. Mióta nem helyben adják ki az építési engedélyeket, sőt, már csak bejelentési kötelezettsége van az építtetőnek, további összetűzést is okoznak környezetüknek. Döbbenettel vettem észre, hogy eddig be nem építésre szánt területeken a valamikori megszerzett engedélyekkel élve, vagy itt ne adj Isten visszaélve, milyen várható építkezések fognak még zajlani Pécelen. Katasztrofális egyébként. Tehát én megértem az egyedi haszon reményét, megértem azt, hogy mindenki igyekszik megélni, de az, hogy úgy építenek majd több tíz lakásos területeket, úgy építenek be, hogy ez semmiféle kötelezettséggel nem jár a beépítőnek, csak az anyagi hasznot hozzá, ezt soha nem fogom megérteni. Nem az önkormányzat adja ki az építési engedélyeket, ez már 2013 óta központosítva lett, tehát a járási építési hatóság adja ki ezeket az engedélyeket, sőt, ugye igazából már azóta sokat egyszerűsítettek ezen az eljáráson, már építési engedély sincs, hanem van egy bejelentési kötelezettség, majd egy használatba vételi tudomásul vétel a végén. Nekem inkább az a bajom vele, hogy volt ugye talán 2014 tavaszán volt egy 3-4 olyan hónap, amikor szabad volt a gazda, aki akkor élt a lehetőséggel, és az a meghatározott területekre bejelentette az építkezést, sajnos nem tudunk vele mit kezdeni, és most igazából megsatszolni sem tudom, hogy Pécel mely területén, milyen nagyságrendű építkezésbe kezdenek bele, csak itt nap mint nap találkozom a közútkezelői engedélyek kérelmével, ami mind az ilyen területek fejlesztésére irányul. Tehát igazából most, ha valaki megkérdezné, hogy hány új lakás épül az elkövetkezendő 5 évben Pécelen, nem tudnám megmondani. Információt nem kapunk az építési hatóságtól erre vonatkozóan. Valahogy ez az együttműködés, ez egy kicsit gördülékenyebb lehetne, mert mi csak azt érzékeljük, hogy gombamód nőnek ki az épületek, gombamód szaporodnak az elégedetlen emberek, hisz ez is egy jelenség, hogy az ingatlan eladók boldog-boldogtalannak beígérnek fűtfát az adott terület fejlesztésével kapcsolatban, anélkül, hogy ugye ezt mondjuk akár az önkormányzattal megbeszélnék, vagy anélkül, hogy ezt bármikor beszeretnék tartani. A magyar autóipar éves termelési értéke hamarosan elérheti a 10 ezer milliárd forintot, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az EMMEG Hungary Kft. Beruházását bejelentő sajtótájékoztatón Budapesten. Szijjártó Péter közölte, hogy az autóipari alkatrészgyártó EMMEG Hungary Kft. 6,4 milliárd forint értékben bővíti Péceli üzemét. A beruházást a kormány 641 millió forint vissza nem térítendő támogatással segíti. 13 ezer négyzetméteres csarnokot épít az EMMEG, ő ugye autó elektromos alkatrész gyártásával foglalkozik, nagyon sikeres japán tulajdonú cégről beszélünk. 3 éve lassan elkezdődtek a tárgyalások. Eleinte úgy volt, hogy nem marad itt, hanem elmegy máshova. Ez a cég, amelyik jelen pillanatban is 300 munkaerőt foglalkoztat itt a Péceli meglévő telephelyén, és még a fejlesztés során további 250 főnek ad majd munkalehetőséget. Nagyon-nagyon komoly kompromisszumokat kellett kötnünk ahhoz, hogy itt tudjuk tartani. A város legnagyobb adófizetőjéről beszélünk egyébként. És mire a megállapodások megszülettek, én azt gondolom, hogy nagyságrendileg 200-250 millió forintnyi kötelezettséget vállalt az önkormányzat, így lásd a közműépítés, akkor a területről, bizonyos területekről való lemondás, hogy olcsóbbá tudják tenni a tulajdonosok a telkeket, az elektromos hálózat kialakítása, az út helyrehozatala, külön járdaépítés közvilágítása, tehát egy csomó olyan, az együttműködési szerződésben rengeteg olyan kötelezettséget vállaltunk magunkra, ami nélkül egyébként ez a cég ez most nem itt építene, hanem akár Nagytarcsán, Gödöllön, vagy bármelyik másik erre a célra megépített területen. Ezzel kapcsolatban volt egy lakossági fórum, amit majd, ha minden igaz, akkor követ egy másik is. Ezt most is nem is akarnám taglalni, hogy ki, miben, hogyan hibázott. A lényeg az, hogy az érintett lakosság nem kapta meg azt az értesítést, amit feladott postán a
ez ennek vezetése, de ezt orvosolni fogjuk, tehát meghirdetünk, én személyes védnökséget vállaltam e fölött a következő lakossági fórum mögött, tehát én fogok kimenni a terület a képviselőjével, és mindenkit ki fogunk értesíteni a lakossági fórum időpontjáról. Már elkezdte a felújítást, ezzel kapcsolatban viszont úgy néz ki, hogy az önkormányzat egy területet bevon, ami eddig is azért rendelkezésére állt, méghozzá parkolónak. Igen, itt érzékeljük nap mint nap, ugye a P+L parkolók számának csökkentése következtében keletkezett anomáliákat. Rákóczi úton végigállnak, egyébként sem széles a Rákóczi út. Ugye most az egyik felének egy részét részben elfoglalják az ott parkoló autók, hisz mindenki igyekszik az autót az ideiglenes állomáshoz legközelebb hagyni. Ezen felbuzdulva ugye én felvettem a kapcsolatot a Strabag helyi építésvezetőjével, kértem a segítségüket abban, hogy az építkezés idejére, ami hát megközelítőleg egy év lesz, amíg itt helyreáll a rend, a Topolyosban kijelölünk egy területet, közel az ideiglenes vasútállomáshoz, ahol nagyjából egy 200 autónak biztosítunk majd parkolási lehetőséget. Ugye jelen pillanatban ott most egy felnőtt játszótér van, mellette fogjuk kialakítani majd ezt az ideiglenes parkolót. Ha kell, felszerelünk még egy kamerát, hogy azért végiglássa azt a sort, tehát viszonylagos biztonságban ott tudják hagyni az autóikat, akik vonattal folytatják az útjukat. Ez egy ideiglenes állapot. Magát a Topolyos területét, ugye érdekes, mert nagyon sok beírás születik a különböző társas oldalakon, hogy kapjuk az ötleteket, hogy mi legyen a Topolyosból. Tehát nyitott ajtókat döngetnek. Alapvetően ezt a területet, ez az utolsó olyan terület, ami kvázi önkormányzat kezelésében van, ez sport és rekreációs célra már ki lett szabályozva egy része. A másik részét is, tehát ezt az egész 3,5 hektár körüli területet, ezt erre a célra szeretnénk használni, és majd ugye, hogyha ez megszűnik ennek a szükségessége, ennek a ideiglenes P+L parkolónak, akkor visszaállítjuk az eredeti állapotot, és ez a terület fejlesztés alá kerül.